Természetesen a Szilágyi Gimnáziumban sem maradhatnak el a zene világnapjával kapcsolatos események. Énekelnek, hangszereken játszanak, egy szóval nagyon jó a hangulat itt az aulában, és két zenész úriemberrel fogunk beszélgetni, akiket úgy hívnak, hogy... Sipos Szabó Bence. Bak Bálint. Bálint, kezdjünk akkor nálad, egy érdekes hangszered van, milyen produkcióval tudtál részt venni a mai napon? Oké, citera és lakodalmas dalokat játszottunk a mai napon. Igazából a lényege az, hogy a pengetek az egyik kezemben, és a másikkal pedig lefogom a hangokat, és ezután tud megszólalni. Nagyon kemény, mi vesz rá egy középiskolás fiatalembert, hogy lakodalmas zenéket játszon citerán? Vagy ez már így régóta ott van az életedben? Hát igazából én második osztályos koromban kezdtem el hangszeren játszani. Volt otthon a citeránk, igazából ez, és akkor rájönéztünk, hogy mi ez, hogy működik. És akkor bekapcsoltam egy zenekarba, és azután ugye voltunk sokfelé, Budapest, Románia, mindenfelé felléptünk, és akkor most előjött, hogy ének faktos, illetve ének művészeti csoportban jelentkeztem, és mondtam tanárnak, hogy hát szívesen játszhatnék én is. Mindjárt meghallgatjuk majd még a hangszert, most viszont egy picit a gitárról is beszélgetünk. Te mióta gitározol, és itt a mai napon mivel léptél fel? Hát 2 éve gitározok, és 3 számmal léptünk fel a... Igazából nem is tudom a címüket. A Mélyből hozzád százszamom volt az egyik, akkor... Ilyen vallási témájú dalok voltak, azt hallottuk. Hogyan sikerült felkészülni, hiszen hát gondolom, hogy mindenki más osztályba jár, hogyan lehetett összehozni a csapatot? Hát minden hétfőn van ugye gitáróránk, mert ez a gitáros csoport, ami most föllépett, és minden hétfőn próbáltunk, de ez körülbelül 2-3-szor történt meg, szóval azért olyan sok időnk nem volt felkészülni. Miért jó szerinted ez a rendezvény, amikor itt összegyűlhettek közösen az aulában, és egyrésztről ti, akik zenéltek, megmutatjátok magatokat, másrésztről a többiek pedig hallgathatják. Miért jó ez? Igazából hát zenevilágnapja van, szóval valamivel hódolnunk kell ennek a szokásnak, hogy zenevilágnapján zenélnünk kell. Mit jelent egy olyan fiatalembernek a zenevilágnapja, aki a mindennapokban is hangszeren játszik? Mit jelent számodra ez a nap? Igazából ez csak egy sima nap ugyanúgy, annyi, hogy maximum többet zenélek. Tehát mivel ez a vallási stílus, ez nem az én világom, ezért semmi plusz nem adott hozzá. És a mindennapokban mennyit szoktál gitározni? Mondjuk minden nap kerül hangszer a kezedbe otthon? Igen, minden nap legalább 1 órát. Mit játszol legszívesebben? Melyik stílus elhozzád legközelebb? Igazából punkot szoktam, és mostanában ráfeküdtem a nu metalra, ugye Linkin Park meg ilyenekre. Igen, akkor ez most egy kicsit tényleg kilógott a sorból itt a vallási dalok. Te viszont ugye a lakodalmas stílust szólaltattad meg. Na egy picit akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez a hangszer. Szólaltassuk meg, aztán nézzük, halljuk. Mire kell figyelned a két kezed, ugye teljesen más csinál? Az egyik az ugye penget, mint mondtam, hát attól függ, hogy milyen gyorsan is kell játszanunk, vagy esetleg tremolóban játszok, és a másikkal pedig ugye fogom le a hangokat. Melyik a könnyebb, amikor mondjuk a citera zenekarban kell másokkal játszani, vagy amikor egyénileg kiállsz és neked kell előadni egy dalt? Hát nyilván, ha egyénileg állok ki, akkor tisztábbnak kell lenni, még a zenekarban azért a nagyobb tömegben elveszik aránylag a hiba. Hogyan látod, mi a helyzet utánpótlásból? Van-e sok hozzád hasonló fiatal, vagy esetleg kisgyerek, aki mondjuk citerán szeretne megtanulni játszani, és viszi tovább majd ezt a stílust? Hát igazság szerint nagyon sok a lány egyébként. Tehát Vadkertnél is a zenekar van, amit Horváth József vezet, tehát csak a lány van most már. Előtte is csak én voltam fiú. És te ezt milyen szinten szeretnéd majd a későbbiekben üzni? Esetleg próbálsz majd kiképezni fiatalokat is, hogy tovább fennmaradjon ez a hangszer? Hát nem tartom valószínűleg így, hogy csak néha kell, akkor besegítek. Nálad mi a helyzet? Lesz-e mondjuk egy Linkin Park szintű zenekarod majd az elkövetkező években? Ez csak vágyálom, az a baj. Tehát egyedül gitárosként, meg maximum énekesként nem nagyon tudnék mit kezdeni. Nincs basszusgitáros, nincs dobos a környéken, egyszerűen hiány van belőlük. Na hát kedves pontnézők, akkor ez egy felhívás volt, aki szeretne hozzá csatlakozni és egy nu metal bandát létrehozni, az mindenféleképpen csatlakozzon. További sok sikert kívánunk nektek, és akkor most megnézzünk egy produkciót itt a mai fellépésből. Yeah.
folytatjuk tudósításunkat innen a Szilády Gimnáziumból, még mindig a zene világnapja a téma, és két hölgyel mellettem, akik nagyon szépen énekelnek, egyénileg is és közösen is, és a nevüket is mindjárt elárulják. Bata Viola. Fodor Fruzsina. Mind a ketten voltatok már a Pont Karaoke versenyen, tehát azt tudják a nézők is, hogy nagyon jól énekeltek. Most itt a mai napon mivel készültetek, mit énekeltetek? Három dicsőítő éneket, és még Sebők Ferencnek egy József Attila vers feldolgozását. Hogyan fogadtátok a felkérést, amikor kiderült, hogy itt a Zene Világnapján ti képviselitek majd a diákokat, és énekeltek a többieknek? Hát igazából Viola szólt nekem, hogy énekelhetnénk együtt ezt a dalt, és utána már a gitárosokkal együtt énekeltem én is. Minden napokban szoktatok együtt énekelni, vagy amúgy is van egy néhány dal, amit így közösen énekeltek? Még igazából nem énekeltünk így közönség előtt együtt, de én szeretnék többször is. Milyen érzés volt? Sok szempár rátok figyelt, mindenki titeket hallgatott? Szerintem már hozzászoktam ehhez, mert én szoktam fellépni ilyen rendezvényeken, de jó volt, mindig nagyon jó. Hogy sikerült így a közös munka, hogyan élted meg az elmúlt néhány hetet, a felkészülést és most a fellépést? Nagyon izgalmas volt számomra, mert alapból én énekeltem volna az alsó szólamot, de végül valahogy nem boronálódott ez össze, és én énekeltem a felső szólamot, de nagyon jó volt, nagyon élveztem az egészet. Az mi dönti el egyébként, hogy ki melyik szólamot énekli alapból, amikor megtervezitek? Tehát, hogy kinek mi áll közelebb a hangjához, melyik fekszik jobban, vagy mi dönti ezt el? A hangszín nagyon hasonló, úgyhogy igazából amelyikünk meg tudja tanulni, legalábbis ennél a dalnál mindenképpen úgy volt. Tegnap próbáltuk össze igazából így a végső verziót, és így sikerült. Bonyolítja nagyban a dolgokat, amikor több szólamban kell énekelni és figyelni a másikra is? Szerintem annyira nem, legalábbis ez nekem nem jelent problémát. Most ugye élőhangszeres kíséret is volt hozzá, gitárt hallhatunk a háttérben. Mennyivel másabb élőhangszerre énekelni, mint ha mondjuk CD-ről megy az alap? Szerintem sokkal jobb, mert hallom, hogy itt tényleg él a zene, és sokkal jobban lehet érezni, és nekem jobban tetszik így. Milyen terveitek vannak az éneklés terén, hiszen mind a ketten szoktatok fellépni iskolai rendezvényeken, városi rendezvényeken. Ettől szeretnétek-e majd tovább lépni esetleg a későbbiekben? Nem tudom, sokan kérdezik ezt a kérdést, és fogalmam sincs még erről egyelőre, de ezt szeretném folytatni, hogy így fellépek ilyen műsorokban, mert ez nagyon tetszik. Hát még nekem sincs úgy beletervem, még van idem eldönteni, úgy érzem. De én is ezt a kis rendezvényeken fellépést, ezt én is szeretném folytatni. Picit akkor még meséljetek arról, hogy mit jelent számotokra a Zene Világnapja, hiszen így, hogy mind a ketten énekeltek, valószínűleg nagyon közel áll hozzátok a zene. Mit jelent számotokra ez az ünnepnap, amikor így közösen ünnepelhetitek meg a zenét? Számomra azért jelentős, mert így sokan az iskolában így összegyűlünk, és együtt hallgatunk zenét, és ez szerintem nagyon ritkán adatik meg, hogy ennyien így az iskolából együtt egy helyre kerüljünk, és együtt valamilyen dolgot csináljunk, és ez nagyon jó. Számodra mit jelent ez a nap? Hát nekem is ugyanaz a véleményem, mint Violának. Hát szerintem is nagyon jó, hogy így ennyi ember együtt van, és ha nem is együtt éneklünk, akkor is legalább hallgatják azt a zenét, amit mi is szeretünk, és ők is szeretnek. És ha már a zenehallgatást említetted, amikor éppen nem énekeltek, akkor milyen zenét szerettek hallgatni? Mondjuk otthon, hogyha hazamentek, akkor milyen zenét kapcsoltok be legtöbbször? Hát én mindenfélét, musical dalokat is hallgatok, popzenét, akár rockot, bármit, mindenevő vagyok. Én a rockot szeretem legjobban, de szoktam dicsőítő zenét is hallgatni, meg popzenét is néha. Igen, szerte ágazó az ízlésetek. További nagyon sok sikert kívánok, és lépjetek még fel, akár egyénileg, akár sokszor nagyon sok helyen. És a nézők pedig most a lányoktól fognak meghallgatni egy dalt.